Kettősséggel indultunk el a versenyen, hiszen az egyik oldalon az lebegett a szemünk előtt, hogy jó lenne behozni az autót és nem csinálni hibát, és ha egy viszonylag jó eredménnyel, egy dobogós második helyezéssel akár be tudunk jönni a célba, akkor meg lehet az évvégi hőn állított cél. Így egy picit furcsa volt versenyezni, nem is tudom mikor volt utoljára ilyen versenyünk, azonban azt gondolom, hogy nagyon nagy csatát tudtunk vinni Janékkal, nagyon sajnálom őket, borzasztó komoly tempót diktáltak ezen a napon. Az sem biztos, hogy esetleg nem kellett volna figyelnünk az évvégi eredményt, akkor meg tudtuk volna őket verni, de nagyon nagy volt a csata, és sajnálom őket, bízom benne, hogy lesz még ilyen csatánk. Hát én úgy gondolom, hogy azért ez egy kemény verseny volt, mert ugye 130 gyorságkilométert a magyar bajnokságú két nap alatt szoktunk teljesíteni, most ez egy napra bele volt sűrítve. A pályák nem voltak igazán változatosak, egyetlen egy gyorsság volt rajta, én úgy gondolom, amire nagyon oda kellett figyelni, ez a csákberény, ami egyébként hosszú is volt. De ettől függetlenül egy jó verseny volt, nem nagyon volt csúszás, ez egy jó dolog, és igazából megpróbáltunk minél gyorsabban menni. Negyedikek voltunk még az utolsó előtti gyorságin, de hát ugye a Jani is hibázott, utána meg a Velencei Ádám is hibázott, úgyhogy másodikak vagyunk. Overstage-en szereztünk még pluszpontot, úgyhogy örülünk. Rendkívül kitartóan kellett nekünk is a szerviznek is dolgozni. Eleinte voltak problémáink, és azt tudni kell, hogy ez egy nagyon nehéz versenynap volt, hisz két nap programját sűrítették a rendezők egy napba, és óriási hőség volt, ez nem könnyítette meg senkinek a dolgát, inkább megnehezítette a nézőik, az autóit, a rendezőt, a szervezőt, mindenkit hátráltatott itt a munkájába, nyilván minket is, de hát annál édesebb a siker, amikor egy ilyen versenyen tud az ember esetleg jó pontokat szerezni, vagy dobogóra is tud állni, úgyhogy rendkívül boldogok vagyunk, nagyon keményen nyomtuk végig. Ebben az autóban meg bennünk nincs több, de hál' Istennek most a Fortuna mellettünk volt, és be tudtunk jönni egy harmadik helyre. Az, hogy ötödikek lettünk, az végül is a többiek hibájából adódóan fordult számunkra szerencsésé, úgyhogy, de ez kellett ahhoz, hogy megint, hogy ott tudjunk lenni, ott tudjunk ólálkodni és pozícióba maradni. Ez sikerült, és ez a Székesfehérvárral is azt kell, hogy mondjam, hogy úgy alakult, ahogy terveztük. Kategóriában sikerült megnyernünk a kategóriát, és a Powerstage pluszpontjait is el tudtuk hozni. Így most már majd elkezdünk számolgatni itt a csapaton belül, hogy mit kell csinálni. Én nem akarom ezt annyira túragozni, mert nekem az a dolgom, hogy nyomjam a gázt, és ügyesen tekerjem, akkor minél ügyesebben tekerjem a kormányt. Kassán nyilván el fogunk fókuszálni. Úgyhogy abszolútban meg örülünk annak, ahol most járunk, és bízunk abban, hogy egyre jobb pozíciókat fogunk tudni elérni. Ez aszfalton nincs könnyű helyzetbe a csapat, mert az RSN-es autónak megvannak a korlátai.